Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas ereje által. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a sátán támadásaival szemben. Nem emberi gyengeségeink ellen kell ugyanis küzdenünk, hanem a gonosz szellem túlvilági hatalmasságai és erői ellen, amelyek a sötétség hatalmába akarják hajtani a világot. Öltsétek tehát magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy a gonosz támadása idején ellenállhassatok, és minden tekintetben helytálljatok. Készüljetek fel! Derékkövetek legyen az igaz mondás, páncélotok az igaz lelkűség. Legyetek útra készek, hogy a békesség örömhírét bárhová elvigyétek. Mindig tartsátok kézben a hit pajzsát, amellyel kivéthetitek a gonosz lélek tüzes nyilait. Végül pedig vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Szüntelenül eseredzetek bensőséges könyörgéssel és imával a Szent Lélekben. Legyetek éberek és álhatatosak az összes testvéretekért mondott imádságban. Értem és imádkozzatok, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, és amikor megnyitom ajkamat, bátran hirdessem az evangélium titkát, amelynek a bilincsekben is hírnöke vagyok. Hadd hirdessem bátran, amint kötelességem. Ez az Isten igéje. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ma lezárjuk Szent Pál apostolnak az efezusi leveléről szóló közös elmélkedésünket. A levél zárásakor Pál apostol arra emlékeztet minket, keresztényeket, hogy Krisztus katonái vagyunk, akiknek fel kell ölteni Isten fegyverzetét. Régi római mondás, civis pacem, parabellum. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. De mit is jelent ez? Fizikális háborúra készüljünk. Jól tudjuk a történelemből, Magyarországon, hazánkban soha nem volt ilyen hosszú békeidőszak, mint napjainkban. Bár nem fenyeget bennünket tényleges háború, fegyveres felek szembenállása, de mégis szörnyű ideológiai háború fenyeget minket nap mint nap, mikor téveszmék, rossz gondolatok el akarnak sodorni bennünket téves irányba, le akarnak lökni minket egyenesen a szakadékba, hogy Istentől elszakadtan, boldogtalanul és végül remény nélkül kétségbe esetten éljünk. Figyelmeztet minket itt az apostol, hogy ne aludjunk el. Öltöztessük magunkat Isten fegyverzetébe, ragadjuk a hit pajzsát, a lélek kardját, az üdvösség sisakját és a békesség saruját magunkhoz. Csak így lehet járni az élet útvesztői között az életünket. Nem feledkezhetünk meg jó teremtőnk törvényeiről. Az önzés nem rombolhatja le családjainkat, közösségeinket. Mit is jelent a hit pajzsa, amit fel kell emelni a gonosz tüzes nyilai ellen? Mi harcol a mi hitünk ellen, Istenben való bizalmunk ellen? Legfőbb ellenség ma a félelem. A félelem az, amely mindig ki akarja oltani a bennünk lévő hitet. Mikor az élet terhei alatt összeroskadunk, és már mindentől elcsüggedünk, nézzünk fel és mondjuk ki az imát. Hiszek Istenben. A valódi hit képes legyőzni, kiűzni a félelmet, megvéd a kétségbeeséstől. Az apostolokkal együtt, mikor Jézus apostolai látták, hogy az Úr milyen erővel imádkozik, milyen erővel tud járni, tanítani és gyógyítani, kérték őt, és kérjük mi is. Növeld bennünk a hitet. A lélek kardja. Isten beszéde, a Biblia ez, amely megvéd a kísértővel szemben.
Az Úr Jézus, amikor 40 napon át kísértette a gonosz lélek, Isten beszédével védekezett. Bátran nyúljunk a Szentíráshoz, az örök bölcsesség, az örök élet titka van benne. És ez emlékeztessen minket arra, hogy ma a mi világunk altatás alatt van. Úgy élünk, hogy minden rendben körülöttünk. A jólét, a csörtetés, a feljebb jutásnak, a hiú vágya megvakítja az embereket. Pénz, hírnév szeretete megmérgezi a Teremtővel való harmonikus kapcsolatot is. Ezért kell felövezni magunkat, és felöltözni a közönyösség, a szürkeség kísértésével szemben, hogy Isten éber gyermekei legyünk. 1945-ben, amikor a varsói gettólázadást leverték, akkor egy templom éppen maradt a város közepén. Körülötte minden rom volt. 1945-ben, a háború utolsó évében ez a kép jellemezte a lengyel fővárost. Két hatalmas hadsereg között, a reménytelenség közepén ez a templom állt, és rajta a felirat Jézus szavaival: ég és föld elmúlik, az én igéim soha el nem múlnak. Ez a kép, a világ romokat termel, a gonoszság lerombolja az emberben az eredetiséget, a méltóságot, de Isten ott van örökké a mi életünkben, jelenlétével fel akar emelni minket. Ezért mindig emlékezzünk az ő jóságára, érettünk való önfeláldozó szeretetére, és ez tartson meg minket minden kísértés közepette a Krisztusi úton. Így legyen. Amen.